Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatnak. Más hangszeretett társalgás adássorozatunkban Szolár Szilvia a kedves vendégünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Szilvi. Köszöntöm én is a nézőket. Aki még nem ismeri Szilvit, életveszély elemzéssel foglalkozik, és most ezt emelem ki, rengeteg minden mással is foglalkozik, de azt gondolom, hogy annak, amit te most csinálsz, és amivel kapcsolatosan óriási tudásod van, óriási tapasztalatod van emberek életével kapcsolatosan, hatalmas kutató munka ele mögött, nagyon-nagyon aktuális, egyre aktuálisabb a világ eseményeit nézve. Egyetlen gondolat csak, hogy ugye az életveszély elemzés, hogy folyamatosan életveszély közeli helyzetben élünk most már évek óta. Egy olyan életveszély közeli helyzetben, igaz, nem igaz, ez van kommunikálva felénk, gyakorlatilag ez a fajta állapot van most az emberek felé közvetítve, hogy így érezzék magukat. De most nem erről szeretnék elsősorban beszélni, hanem amikor egyeztettünk, hogy miről fogunk beszélni, akkor te mondtál nekem egy témát, és szeretném először ezt meghallgatni, anélkül, hogy tudnám, hogy mit terveztél ma elmondani. Láttam egy filmet, nyilván nem vagyok vele egyedül, a címe a Ne nézz fel. Ami, aki nem látta, arról szól többek között, hogy mennyire befolyásolható a társadalom a média által, hogy azt is elhisszük, hogyha az égen felbukkan valami, és azt is egy perc múlva, ha azt mondják, hogy mégse bukkant fel, pedig csak oda kéne nézni, és meglátnánk a valóságot. És ezért gondoltam, hogy a nézz felre bíztatnám a nézőket, hogy ami körülöttünk lévő valóság van, azt vegyük tudomásul, hogy az ott van, és kezdjük el használni. Mert általában a problémáink nagy részében mindenfele nézünk, és nem találjuk meg azt, ami kézenfekvő. Ugye azok a kutatások, amikkel te foglalkoztál, azok már nagyon mélyre nyúlnak a tudattalanunkban. Mit mondtál, nem tudom hány száz évre visszamenőleges őseink emlékezetét akár őrizve, ugye arról szól az életveszélyelemzés, hogy megállapítottad, vagy valaki megállapítódott, nem akarom ezt személyesen rád terhelni, akár ezt a feladatot, vagy ezt, ennek az eredményét, ennek a kutató munkának, hogy az emberek, amit az őseik valaha túléltek, életveszélyhelyzeteket, azokat mi újra megteremtjük, hiszen az túlélhető a számunkra. És azokat, amikbe belehaltak az őseink, bármilyen eseménybe, életveszélyhelyzeteket, azokat meg igyekezünk elkerülni. És akkor ugye ez a fő iránya annak, amivel foglalkoztál, és amikor folyamatosan és globálisan az egész emberiség van bizonyos életveszély helyzetbe tartva, vagy lebegtetve az életveszély helyzetének az információját, akkor egy kicsit meg tudjuk ezt vizsgálni, hogy például kik teremtenek háborút, akik túléltek háborút, valaha kik teremtenek járványhelyzetet, egyáltalán összefüggésbe hozható-e ez, hogy mi teremtjük ezt? Köszönöm, teljes mértékben összefüggésbe hozható, hiszen mi teremtjük ezt. Nincsenek olyan konkrét sablonok, hogy például akit abortálni akartak, az onnantól önbizalom hiányos lesz, bár kétségtelen, hogy ez a többség, én még nem láttam kivételt, hiszen ő ott nem felelt meg. De ez nagyon fontos, hogy rengeteg ilyen összecsengést találtunk már, de az, hogy ki hoz létre járványt, az nem biztos, hogy az hoz létre járványt, aki túlélt járványt. Attól függ, hogy az ő családja hová teszi, hová helyezi, idegen szóval hová asszociálja azt az
életveszélyt, mert ugye ez nem trauma, ami itt hat ránk, hanem konkrétan, amikor az életünk veszélyben van, ott történik egy tudattalan információ rögzítés képek formájában, és akkor azt igyekszik létrehozni. Tehát, hogyha valaki elkezd rémhíreket terjeszteni, az nem feltétlenül azért van, mert valaki rémhírt él túl, hanem lehet, hogy meghallott hirtelen valamit, amit továbbadott. Tehát nem biztos, hogy ennyire szigorú a szavakat ismételjük. Egy járványt, aki elkezd terjeszteni, arról azért ritkán feltételezzük, hogy az emberiséget meg szeretné menteni, mert olyan volt az életveszély túlélés a családban, de ha esetleg mondjuk éppen ártott valakinek, mert gyerekkorában épp verekedett, amikor mellettük robbant egy bomba, akkor ő egy életen át valószínűleg ártani fog a környezetének, anélkül, hogy tudná. Lehet, hogy az ő megélése éppen az, hogy ő egy áldozat, mert őt mindig bántják, mert észre sem veszi, hogy árt a környezetének. Ezért az életveszélyelemzések vizsgálata mindig egyedi. Attól függ, hogy a család hová teszi a hangsúlyt, és valóban erre arra a tényre, hogy újraélési kényszer van az életünkben, erre tényleg nem én jöttem rá, az, hogy az életveszélyeket éljük túl, illetve azokat ismételjük, és nem a traumákat, és nem a konfliktusokat, ez fűződik ehhez a kutató munkához, és azért nem tudtak rájönni korábban, mert ugye van, amit meg életveszély nélkül is ismétlünk. Ez nagyon fontos tudni, hogy kétféle életvédő mechanizmus van az egyéves korunk előtt, mindent megfigyel egy csecsemőnek a tudata, tudattalanja, ki hogy hívja, és önálló tudatról itt még annyira azért nem lehet beszélni, már van, akinek vannak emlékei. Nagyon sok mindent megfigyel, és amilyen konfliktust ott tapasztalt, azt éli újra, válogatás nélkül, független attól, hogy volt-e életveszély vagy sem, hiszen azt látta, hogy anyu, apu életben maradt, én is életben maradtam, mondja a kisgyermek, és akkor ez olyan lesz, ez egy ismert út. Erről nem tér le, mert az nem annyira ismert, nem biztos, hogy olyan nagy valószínűséggel fogja hosszú ideig fenntartani az életét, túlélni a veszélyeket, ha elmegy egy erdőbe, ahol medve, farkas is lakhat. És ilyenkor valóban a konfliktus nézzük, ezt szokták összekeverni az emberek, egyébként meg mindig az életveszélyt. Tehát a kérdésedre válaszolva, ha valaki háborúzik, akár otthon a házasságában, akár a nagy politikában, annak gyakran valóban a háború volt az oka, ha valaki folyton háborog, bosszankodik, ott valószínűleg háborús túlélések történtek a családjában. Ha valakinek extrém, hogy a nagy politika szintjén teszi ezt, az a gyanúm, hogy ellentmondásos életveszélyek túlélése vezethetett ide, mert olyankor jelenik meg szélsőségesen a háborúra és a békére való hajlam, a magamutogatás és a háttérből irányítás, és ezek vezethetnek ilyen zagyva társadalomhoz, amilyen a miénk, amit a pszichogenetika ki is mondott, hogy amit az embereknek a megélése saját magukban, az kivetül a társadalomra. És ezért annyira fontos, hogy most az egyén, mindenki, aki nézi ezt az adást, hajlandó eldönteni, hogy jó, én most akkor teszek a társadalomért. Nem kell kardot rántani, elég saját magunkban megtudni, hogy mit tehetünk, de akkor azt használni kell. És akkor rögtön a hibakeresést a pszichogenetika tudományával nem helyezzük ki rajtunk kívül, hogy más a hibás, én vagyok az áldozat, hanem egyedül egy dolog érdekel minket, hogy én mit tehetek. És ezt nem tudom, most érzem úgy magam, ahogy a főszereplő a Nézz fel című filmben, hogy már igazából már nem tudom, hogy magyarázzam el, hogy magunkban az egyes ember szintjén kell meghozni a változásokat, és ez soha, soha nem lehet tudatos, ez a változás, mert tudattalan irányítja. És hogy hatunk a tudattalanra, ezzel megvárom a következő kérdést, vagy majd beleszövöm a következőbe. Jó, de jó. Tudatosan nem lehet megváltoztatni ezt. Ugye nagyon régóta rendelkezésünkre állnak már módszerek, segítő emberek, akik segítenek másra rálátni. És az a tapasztalat, hogy bármennyi technika, bármennyi módszer,
tudományos, ijeszgetős módon, félelem, járványok, bármit elénk rak a világ, mégis nagyon sok emberben úgy látom, hogy egy valami nem tud jól működni, az önmagunkra való rálátás. És a mostani időszak meg különösen érdekes abból a szempontból, hogy nagyon sokan ébredeznek, tehát nem tudom, majd szeretnélek megkérdezni, hogy a te nézőpontod szerint mit jelent az ébredés, és hogy nagyon sokan még azt is gondolják, hogy már ők ébredettek, és rájuk már nincsenek hatással bizonyos manipulációk, nem a tudattalanjuk irányítja, nem veszik észre, hogy ez még mindig a tudattalanjuknak a programja. Tehát igazából arra irányul a kérdés, hogy te tudsz-e arra valamit mondani, hogy vajon miért van az, hogy nagyon sok ember nem, mintha nem lenne képes arra, hogy önmagára lásson, és sokan pedig azt gondolják, hogy már önmagukra látnak, de közben még erősebben irányítja őket a tudattalanjuk. Köszönöm, ez mindenképpen azért van, mert mindegyik típusú embertársunkat a tudattalanja irányítja. Ha tetszik, ha nem, ezt el kell fogadni. Azt, hogy egy intelligens rendszert befolyásoljak, ennek vannak technikái. De azt gondolni, hogy le tudjuk győzni a tudattalant, az nem lehetséges. Egy utat tudok javasolni, hiszen miért? Mert a tudattalanban vannak az életünket védő reakciók. Ha megbotlok, kapaszkodok, ezt nem lehet felülírni, hiszen minden élőlénynek az a legfontosabb, hogy megnövelje az életben töltött idejét, életveszélyt túléljen. Akkor is, ha életveszélyben van, akkor is arra játszik, úgymond, hogy túlélje az életveszélyt, akkor is, ha nincs életveszélyben, úgy él, hogy olyan konfliktusai legyenek, hogy minél kevésbé kerüljön túl nem élhető életveszély. Ezt 2022-ben érdemes tudni, mert bár a világ már minden tudományt, minden felismerést megtalált ahhoz, hogy a földi mennyország eljöhessen, kezdjük akár Schrödingertől, aki már 100 évet tudjuk, hogyha megfigyelünk valamit, azt befolyásolni tudjuk. Senki nem használja otthon, mert erősebb a tudattalan befolyás. Miért? Mert az az életünket védi. Tehát nem tudok más alternatívát, mint hogy ismerjük meg azt a rendszert, ami az életünket védi, és az meg fogja mutatni, hogy hogy tehetjük jobbá az életünket. Ez számomra nagyon logikus. Mert egyébként nem tudjuk felülírni a tudattalan, csak ha együtt működünk vele. De ha megismerjük, hogy milyen, ahogy az intelligens rendszereket vizsgáljuk, ahogy megismerjük, hogy hogyan szeret működni, például a mi családunk, akkor azokon a kereteken belül el tudjuk mozdítani egy kívánt állapotba, egy kívánt reakcióba. Ennek rengeteg technikája van, egy friss életveszély akár, hogy itt visszautaljak a régi beavatásokra, ugye meg kellett halni és visszajönni. Ez is ismert már, hogy valamiért a beavatás, az új élet, amikor a régi életemet leteszem, és egy új rendszert választok, az a nagy beavatottaknak is egy meghalással és egy újraszületéssel kezdődött, hiszen ott egy új, friss életveszélyben a tudattalan nagyon figyel, hogy is éltük ezt túl, és azokat a körülményeket fogja ismételni. Ezzel nem arra szeretnék biztatni valakit, hogy lépjen közel egy vonathoz, és akkor figyelje meg, hogy mi történt, hanem arra, hogy ismerje meg a régi életveszélyeit, ebből megismeri azokat a tudattalan mintákat, amiket az ő családja követ akaratlanul, és akkor próbáljon meg ezekkel együttműködni. Tehát ha ő tudja, hogy hirtelen haragú, akkor keressen a családjába olyat, aki túlélt életveszélyt úgy, hogy hirtelen majdnem felrobbant. Körülötte valami? Mondjuk, ha egy vegyész technikus volt az édesanyja. Ilyesmikre gondolok, hogy így tudjuk befolyásolni a tudattalant. Ilyen a megfigyelés, említetted a beszélgetésünk előtt még, igen, hogy mi is meg vagyunk már figyelve. Igen. És ez egy nagyon fontos momentum, hogy amikor én nem értem a saját reakciómat, a saját viselkedésemet,
és mondjuk tegyük fel, tételezzük fel, hogy van egy nagyon tudatos irányító hatalom, amelyik nem bántani akar, hanem egyszerűen szeretné ezt az emberiséget keretek közé, rendszerben éltetni, mert ugye valahol a rendszer az egy biztonságérzetet ad. És ahhoz, hogy békésen, együttműködő módon tudjunk együtt élni ezen a bolygón, különböző bőrszínekkel, nyelvekkel, szokásokkal, tradíciókkal, ahhoz azért valamilyen szinten érdemes rendet teremteni, valamilyen módszerrel. És téged szeretnélek kérdezni, hogy hogyha mi meg vagyunk figyelve, akkor azzal a megfigyeléssel mi az, ami rajtunk módosítható, akár megváltoztatható, akár a saját tudatos akaratunk ellenére is? Jó kis kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Schrödingeri minta alapján minden, amit megfigyelnek, azt befolyásolni tudják a kutatók. Hogy ez össztársadalmi szinten a sok-sok megfigyelés, nem tudják az összes információt feldolgozni, tehát a megfigyelés az nem valós, mielőtt mindenki megrémülne. Az adatgyűjtések, a bankautomaták előtti videófelvételeket senki nem fogja kiértékelni. Akkor lennének ezek valós veszélyek. Amit viszont mi tudunk tenni, amikor úgy érezzük, hogy mi meg vagyunk figyelve, hát ha már ezt a nagyhatalmak használják, hogy rájöjjünk arra, hogy akkor talán ezt kell tenni, hogy mi is figyeljük meg magunkat. Semmi egyebet nem kell tenni, mert amíg tudatosak vagyunk önmagunkra, addig tudjuk, mit csinálunk. Amikor elvesszük a tekintetünket a tudatosságtól, hogy most tudom, mit, miért csinálok, hiszen akkor vagyok tudatos, akkor vagyok ébren. Akkor vagyok felébredett. Nem akkor szerintem, amikor elbódulok egy meditációba, hanem amikor tudom, mit csinálok. Van egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy szeretem használni a magyar nyelvet úgy, hogy előbb megértem, hogy mit akar mondani, és utána használom. Tudatos az, aki tudja, hogy mit csinál. Amikor elveszem a tekintetemet önmagamról, és nem ellenőrzöm le, akkor egy tudattalan életvédő mechanizmus lép életben. És aki erre nem néz fel, aki nem ismeri fel ezt a rendszert, az olyan, mintha vakon járna ma a világban, olyan, mintha elmenne a Pilvax kávéházba, anélkül tudnák, ki volt Petőfi Sándor. Tehát ezeket a tudományos ismereteket ma lehet bírálni, lehet támadni, de ha valaki elfogadja igaznak, akkor érdemes használni. Mert hogyha tudom, hogy az a törvény, hogy ameddig tudatos vagyok, addig tudok hatni azokra az életvédő mechanizmusokra, amik engem mindig a kudarcba, a megbántottságba, a megcsaladtatásba, a szegénységbe sodornak, akkor amíg ezeket a megfigyelésem alatt tartom, addig ezeket tudom befolyásolni. Például, ha vitatkozom valakivel, akkor biztos, hogy azt hiszem, hogy én most nagyon, én vagyok az áldozat. Na de lehet, hogy a másik is. Volt egy kliens, aki tényleg nagyon aranyos volt, mert az volt a baja, hogy őre nem figyel oda senki. És amikor megtanulta ezeket a technikákat, hogy hogy kell magára odafigyelni, azon kapta magát, hogy éppen a hímző keretével bajlódik, miközben a barátnője tanácsot kért tőle. És arra gondolt, hogy Atya Isten, én nekem az a problémám, hogy rám nem figyelnek, én hogy tudnék teljes figyelmet adni valakinek, amikor közben hímzek. És rájött arra, hogy a gyerekeivel szemben is, a férjével szemben is, és az egész családjával szemben ugyanazt teszi, mint amitől szenved évtizedek óta. És ennek az egyszerű tudományos magyarázata az, hogy valaki nyilván meghalt, akire nagyon figyeltek, a kliens életében volt ilyen nyilván a családjában, és ezért ő úgy próbálja életben tartani magát és a családtagját, hogy létrehozza ezzel a nonverbális testbeszéddel, gesztikulációkkal, hogy őre ne figyeljenek, ugye, hogyha én így fordulok ki egy beszélgetésből, nem lesz akkora érdeklődés felém, mintha én is azt adom vissza,
és ő sem figyel a családjára. Mindenki meg van bántva, mindenki sérül. Mennyi értelme van ennek? Semmi. Ha használjuk a tudományos ismereteket, és még nem is az életveszély elemzést, amire én tettem fel az életemet, hogy ezt megismertetem az embereket, mert hogy a szenvedés így elkerülhető, még akkor is, ha kiátkoznak a buddhisták, de a szenvedés elkerülhető, mégpedig úgy, hogyha megismerjük az okát, ez bent van a magyar okos szavunkban, és a buddhisták is, amikor belegondolnak, akkor egyet fogunk érteni, csak máshogy nevezzük a dolgokat. Nagyon sok dokumentumfilmet néztem. Szerettem az olyan filmeket, amikről el tudtam hinni, hogy ez valóban megtörtént. Amikor feldolgoztak egy természeti katasztrófát, feldolgozták a háborúkat, történelmi eseményeket, és tényleg nagyon szerettem ezeket a filmeket, mert úgy éreztem, hogy nagyon közel állnak a valósághoz, és ahhoz, ami valóban megtörténhetett az emberekkel. És az összes dokumentumfilmben az volt a közös, hogy a kommunikáció az emberek felé az mindig olyan volt, hogy vigyáztak arra, hogy ne legyenek pánikkeltőek az információk, hogy ne legyenek olyan információk, amiktől az emberek hatalmas félelembe esnek, amiktől elveszítik az önuralmukat, és irányíthatatlanná válnak, egyfajta anarchikus helyzetet teremtenek. Most ehhez képest, ami nagyon nagy változásként jelent meg nekem a mostani elmúlt két évben, hogy megváltozott a kommunikáció ehhez képest. Most ezek a filmek, hogy mennyire valósághűek, mennyire nem tudom megállapítani, manapság már semmire nem mondom azt, hogy ez a lehetett a valóság, de az tény és való, hogy az emberek felé való kommunikáció a mostani elmúlt két évben az határozottan pánikkeltő, határozottan félelemkeltő, határozottan félelemben tartó, és amikor vége van az egyik kvázi életveszélyhelyzetnek, már a kommunikációban egy következő életveszélyhelyzet jelenik meg tartósan, szándékosan. Na most téged kérdezlek, Szilvi, aki látja azt, hogy az emberek másképpen viselkednek életveszélyhelyzetben, mint egy normál békeidőben. És amikor egy ilyen irányú, mit mondjak erre, egy pszichológiai hadműveletként tudom én ezt egyszerű földi lakóként értelmezni, mert igenis van a kommunikáció, ennek az elmúlt több ezer évben a kommunikációnak voltak olyan módozatai, amikor nem keltek félelmet, nem keltek pánikot, de most, minthogyha úgy látszódna, hogy nem ez történik. Milyen hatással van az, amikor tömegek vannak életveszélyhelyzetben több éven keresztül? Úgy fordítanám meg a kérdésre a választ, hogy a félelem jó. Én amúgy is kedvelem a hozzáállásváltást, mert amikor megbélyegezzük a fogalmat, akkor nem biztos, hogy nem tévedünk. A félelem önmagában jó. Miért? Mert a természet része. Akkor eleve remélem kipipáltuk azt, hogy a félelemtől nem kell félni. Úristen, most meg azért halunk meg, mert félünk. Tehát, hogy egy picit minden esetben, amikor elakadást érez valaki, próbálja meg megváltoztatni a hozzáállását, és rögtön megmutatkozik a megoldás. Azért a szimbólumok, a jelképek azért születtek meg 500 évvel ezelőtt is, hogy utat mutassanak. És ezeket ma is érdemes elővenni. Ilyenek például a biológiai törvények, ilyen a kettős kereszt, amikre, ha ránézzünk, nyújtja a megoldást. Csak ezeket elfelejtjük. Nézzük a félelmet. A félelem egy bizonyos helyzetben jó, mert ha hallom, hogy fegyveresek mászkálnak a környéken, akkor elbújok, és ott félek, és a félelmem nem engedi azt, hogy esetleg kiugorjak, és megmentsem a, nem tudom, az aranyhalakat, hanem józan, nem mintha
nem kedvelném az aranyhalakat, de amikor a gyerekemet kell megvédeni, meg az anyámat kell megvédeni, akkor jobb, hogyha elbújva maradok. Erre jó a félelem, hogy nem minden esetben vagyok vakmerő. Most azzal visszaélni, hogy folyamatosan félelemben lenni, az biológiailag kifárad a szervezet. Ez előnytelen. Ezért azt tudom javasolni, hogy az emberek gondolják végig, tényleg érdemes 24 órában félni. Előbb-utóbb eljön az az állapot, akinek mondjuk volt egy üzleti válsága, vagy egy vállópere, amitől, vagy bármi, amikor, vagy egy betegség, amikor tartósan félt. Egy idő után az emberek leteszik ez a pozitív oldal. Én már annyit féltem, hogy nem. Ennél már az is jobb, hogyha itt vége az egésznek. Erről szóltak gyönyörű irodalmi művek is, erről az érzésről. Én nem kívánom azt senkinek, hogy ide eljusson, de kétségtelen bölcsebb lesz az, aki megjárta ezt az utat. És azok tudják elengedni a félelmet. Akik pedig nem boldogulnak vele, megint csak a biológiát tudom példának, illetve megoldási javaslatnak mondani, mert elég ősi ahhoz, hogy a tapasztalatait alkalmazzuk. Mindig, bármilyen élethelyzetben vagyunk, legyen az félelem, fájdalom, szomorúság, megbántottság, szegénység, mindig ezt az egyetlen egy kérdést kell feltenni, mert az okos ember az eredendő okot vizsgálja. És ha az eredendő ok mindenre az, hogy életben szeretnék maradni, akkor nyilván, amit tudattalanul létrehozok, annak is ez a célja. Tehát a kérdés, miért tart engem jobban életben, ha félek? Ki élt úgy, ha én hajlamos vagyok a félelemre, ha hajlamos vagyok túlreagálni a dolgokat? Fiatal kamasz, fiatal felnőtt lányok mondják azt, na és, ha most elszegényedünk, akkor majd úgy leszünk boldogok. Hogyha most itt katonai diktatúra lesz, akkor úgy leszünk boldogok. Ez egy nagyon nőies megközelítése. A férfiak majd elintézik, és amikor egy picit így hátrébb tudunk lépni, az már fellélegzést ad. De ha megnézzük, hogy vajon miért reagálunk mi ilyen hevesen a félelemre, a családunkban meg lesz a válasz, és akkor könnyebbek lesznek a megéléseink. Alapvetően az életveszélyes helyzetek mindenképpen egy éberséget követelnek meg mindenkitől. Na most ugye ezt valaki jobban viseli, valaki rosszabbul. Vannak, akik ugye ilyenkor a legaktívabbak, tehát amikor egy életveszélyhelyzet van, akkor valahogy a megmentő oldal, a segítek másoknak, a mindent elintézünk. Van ilyen is, és van olyan is, aki teljesen leblokkol és bepánikol. És minden esetre mind a kettő típusnak hívjuk így, vagy tudattam a reakcióval rendelkező embereknek, megvan a lehetősége, amikor tartósan fennáll egy ilyen állapot, hogy ebben változni tudjanak. És én valahol ebbe látom most ennek a helyzetnek a különlegességét, hívjuk így, hogy egy olyan különlegesség rejlik benne, ahol mi akár a több ezer éves tudattalan mintázatainkat, amik életveszély közben zajlottak, most tudnánk rajta változtatni. Tudnánk egy kicsit mozdulni azokkal a módszerekkel, amiket te is mondasz, hogy saját magunkban tudunk felismerni dolgokat. Te látsz, milyen lehetőséget látsz most ebben a mostani helyzetben, ami előre viszi az emberiséget, ami előre viszi a boldogságunk felé vezető utat, ami kicsit megkönnyíti a boldogulásunkat? Mindenképpen az, hogy aki felismeri azt, hogy a legnehezebb helyzetben azt keresi, hogy hogyan fordíthatja az előnyére azt, az már önmagában egy nagyon mély bölcsesség. És majdhogy nem garantálja a sikert, mert akkor nem azt keresem, hogy hol szenvedtethetem magam tovább, hanem azonnal kiutat keresek. Ez egy sokkal derűsebb hozzáállás, és aki derűsen áll hozzá az élethelyzethez, jobban észreveszi a lehetőségeket. Ez egy gyógyító mondat is szokott lenni, amikor értelmezzük a helyzetünket, hogy miért érdemes, amikor a tudattalannal beszélgetünk. Életveszélyben soha nem éber senki. Életveszélyben a tudattalan dönt. A mozit tűznél, ha megtaposom,
a szomszédomat, azt nem azért teszem, mert gonosz vagyok, hanem így éltek túl életveszélyt az őseim, hogyha bennégek a tűzbe, mentés közben, akkor pedig az én őseim úgy éltek túl életveszélyt, hogy mondjuk csak az utolsó pillanatban félig szénné égve mentek onnan ki, ezek befolyásolják életveszélyben a viselkedésünket, és ott nincs tudat, hiszen időt nyerünk vele, ha életveszélyben nem gondolkozunk, ez biológiai tény, de életveszélyben fényképezünk. Életveszélyben rögzítjük azokat a képeket, és nagyon bölcsen vetted észre, hogy ez az non-stop életveszélyes helyzet, amit most generálunk magunk köré, akinek ilyen a megélése, annak amellett, hogy ez borzasztó nehéz lehet, amellett egy óriási lehetőség, mert anélkül, hogy kinyújtaná a kis ujját, tudatosan úgy rendezheti most az életét, hogy ebben az életveszélyes helyzetben minden egyéb tökéletes legyen. És ha túléli, már pedig szoktassa magát az emberiség ahhoz, hogy túl fogja élni, akkor ezek a gyönyörű körülmények fognak öröklődni több évszázadon át. Megértés, a derű, a megoldás keresésére való igény, az összefogás, az egység keresése, a visszanyúlás a régi bölcsességekhez, értékekhez, amikor nem helyezem ki a megoldást a másikra, nem akarom a jósnőket megbántani, szükségük van rá, erőt adnak annak, aki nagy bajban van, de nem állhat meg ott egy útkereső ember, egy megoldást kereső ember. Ha most azt mondja, hogy visszanézek magamba, felhasználom a tudományos ismereteket, ha egyszer kitalálta már ez a tudomány, 50 éve, 70 éve, hogy a tudattalan irányítás alatt állunk, akkor nem úgy leszek tudatos, hogy elmondta az 500. adás a spirituális tévében minden egymásnak ellentmondó adások, hogy hogy kell tudatosnak lenni, hanem elkezdem tudni, mit csinálok. Szükség van azokra is. Mindennek a maga szintjén kellenek vitaminok, ásványi anyagok, tehát soha nem fogják helyettesíteni azt, hogy tudom, mit csinálok. És hogyha ez öröklődik a következő nemzedéknek, ha friss életveszélyt valaki tényleg életveszélynek él meg, ahogy elmúlik, csodává teheti ezzel, hogy ezt hozza létre, ez mindenki felelőssége, és amikor ezt az egyén elkezdi a saját életében, akkor el fogja kezdeni a szomszédja, és össztársadalmi szinten a régóta kitalált pszichogenetika törvényei szerint ez össztársadalmi szinten fog megjelenni, ez az egyén felelőssége. És erre kérem mindenkit, hogy erre nézzen fel. Igen, ez egyébként fantasztikus, tehát hogy nagyon sok tudatos, felelősséget vállaló felnőtt van most szülők, akik ugye azon aggódnak, hogy mi lesz a gyerekeinknek a jövője, milyen bolygót hagyunk itt nekik. Hát itt a válasz, amit az előbb elmondtál, igen, hogy ez a helyzet, ez ahogy visszamenőleg 700 évre mindenféle transzgenerációs mintázatokon keresztül éljük ma most itt a mai napot, de most van itt a lehetőség, hogy amit a következő generációk élnek, azt most tudjuk itt megváltoztatni. És ugye ehhez kellenek ezek a körülmények. Szilvi, ez annyira gyönyörű volt, amit ti így mondtál, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és hogy erőt ad, tehát hogy igazából amit mondasz, az megadja ennek az értelmét, megadja ennek a lehetőségét arra, hogy igenis egy jobb világ legyen, nem csak éppen, hogy túléljük majd valahogy így, úgy, amúgy, és utána megint újabb sebeket nyalogatva mutogatunk egymásra, és próbálunk a romokból valamit építeni, hanem itt egy egészen új alapokra lehet mindent helyezni most ebben a mostani időszakban. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad ezt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.